Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszikaszti legújabb adásában. Mert egy újabb sorozatba vágtunk, ugyanis eljutottunk a 365 Oldtimer Exhibitionre, és a bemutatásában segítségünkre lesz Jomtov Dani. Szervusz! Szia Dani! Szia Bárint! Mi a kiállításnak a koncepciója? Általánosságban mi szerettünk volna itt Magyarországon egy új koncepciót behozni, nem csak egy általános kiállítást, ami egészében nyitva lesz, hanem az volt a célunk, hogy itt egy kicsit az oktatásra, meg így az autó kultúrára fókuszálunk egy picit jobban. Szeretnénk itt egy autó központú centrált csinálni, tehát itt nem csak az autókról lenne szó, hanem az autó kultúrára, az, hogy honnan jöttünk, hova tartunk, a magyar történelemről egy picit, úgyhogy ez a mi célunk. Mi szerint válogattátok össze az autókat? Ugye van nálatok 500C Topolino, a közismert 500-as Fiat, van Bugatti, amit ugye mindjárt meg fogunk nektek mutatni. Mi volt, azt hiszem egy 40 éve gyűjtitek ezeket az autókat? Édesapám, meg egy pár barátunk, ezt 40 éve gyűjtjük ezeket az autókat, amiket itt lehet látni, de igazából a gyűjtemény, amit itt láttok, ez nem az egésze. Tehát összesen van több mint 150 autó, amit folyamatosan cserélgetve ki fogjuk állítani őket. Amik itt éppen ki vannak állítva, itt méretükből kifolyólag, ezek itt a kis autók. Vannak magyar, meg egyéb motorok itt a következő zónában, és úgymond így a 60-as, 50-es évekig vannak itt középen, és utána a háború előttiek vannak hátul. Tehát így igazából esztétikailag, különlegességileg is még azért van a tartsunkban egy pár különleges autó. Nem akartunk egyszerre mindent is megmutatni, hogy legyen miért visszajönni. Jó, akkor szerintem nézzük is meg az elsőt. Nézzük. Na akkor ez az első autó, amit ebben a videóban bemutatunk. Szóval ez egy 27-es évjáratú Bugatti. Bugatti Type 44-es. Ez volt igazából így a Bugatti tulajdonosoknak így a úgymond a luxus autója. Tehát voltak a versenyautók, amiket inkább versenyzésre és inkább úgymond hétvégékre használtak. Ez volt így a hétköznapi Bugatti. Nem is hívjuk igazából semmilyen Bugatti-t se hétköznapinak, de ebből gyártottak a legtöbbet az összes típusból. Ez volt úgymond a hétköznapi luxus autó, amivel a tulajdonosok járkáltak. Erről egy pár infót érdemes megemlíteni, hogy ennek a motorja nagyon különleges. Két sor négyesből van összerakva, mint középen össze van, úgymond egy extra elemmel rakva. Egy hengerfeje van, 3 literes sor 8-as, ez volt akkor abban az időben ilyen Bugattinak az egyik fő motorja. Még egy olyan különlegessége van ennek a motornak, hogy a tömítése az nem sima tömítésekből van kitalálva, hanem zsír kell folyamatosan beletömni az egyik lyukába, úgymond, és azzal lehet tömítést és amúgy egy pici síkosítást is ad a zsír. Tehát itt általános tömítések nincsenek. Még egy másik különlegesség ennek a Bugattiknak így ebből a korszakból, hogy nem gumiból volt a harditárcsa, hanem bőrből. Ezt így évekig használták, sajnos idővel ezek előregettek, elszakadtak, úgyhogy átállt utána a Bugatti a gumikra, de a bőr az puhá volt, az kényelmesebb volt a hajtásláncnak. 2+2-es kivitelő, mert hátul még föl lehet nyitni így az anyósnak, vagy egyéb rokonoknak így az üléseket. Még annyit érdemes volna tudni, hogy én itt nagyon sok autót, amit itt láttok, azt én már vezettem. Köztük azt a 34-es évjáratú Type 160-es W15-öst is. Összesen hasonlítható a kényelem a kettő között. Tehát a Merci ahhoz képest, hogy persze milyen kényelmesek a Merci, az volt úgymond a bekerülő autó, az volt akkor a legolcsóbb Merci. Abból is a cabrio változat, ahhoz képest ez a Bugatti ezerszer kényelmesebb. Tehát itt sokkal kényelmesebben veszi a kormány a kanyarokat. Tehát nem az van, mint a Mercinél, hogy minden egyes kis icipici úthibát az követ az autó. Itt kényelmesebb, tehát egyenesen kanyarodni, mindent is csinálni. És a sebességváltás is sokkal, de sokkal kényelmesebb. Azt látom, hogy a kurbinak a helye, mintha meg lenne. Ez kurbis, vagy önindítós volt, vagy ez hogy működött? Eredetileg kurbis volt, és valamikor a 80-70-es években át lett alakítva elektromos indításra. Ugye a lámpákban, tehát inkább a korabeli lámpákban azt tetszik, hogy ezek ilyen botrányosan nagyok mondjuk a maiakhoz képest, ugye akkor még kicsit más volt a felfogás, mert nem azt akarták akkor, hogy nem úgy volt, hogy a sofőr lásson, hanem hogy lássák, hogy a sofőrin, ugye ez nem sokkal azután a korszak után volt, amikor még járkált valaki az autók előtt, hogy figyelmeztesse, hogy autó fog érkezni. A festése, ugye ez egy kéttonus festés, fekete, piros, ez kézzel készült, vagy ez hogy oldották meg? Az alapfényezés az vörös, és a feketét kézzel festették rá. Szuper. Ez fel lett újítva valamikor az 50-es évek környékén.
de azóta is makulátlan állapotban van, és ebben az állapotában volt tartva. Összesen, hogyha jól tudom, három tulajdonosa volt ennek az autónak, és mi vagyunk a harmadikak. Ezt esetleg meg szabad kérdezni, hogy nektek miért volt szükségetek egy Bugattira? Részben édesapám az, aki itt az egész gyűjteményt össze, úgymond szedte az évek alatt, 40 éve ugye gyűjti az autókat, mint említettük. Neki gyerekkori álma volt, ő nem nagyon egy szegényebb családból nőtt fel, és látott egy pósztert még a gyerekkorában, hogy egy Bugatti megy föl egy hegyen, és egy vörös Bugatti volt. És ezért keresett az évek alatt folyamatosan egy Bugattit. Igazából eredeti Bugattit találni egyáltalán az egy hatalmas nagy ritkaság, nagyon nehéz találni eredetit, mert igazából szerintem számokban is lehet tudni, több replika van Bugattiból, mint eredeti mára. De most azon gondolkodtam, ugye mondtad, hogy ugye hátul van a csomagtartóban az anyósülés, azt úgy lehet általában felfedezni, hogy megnézitek a hátsó sárvédőt, és ott van egy ilyen kis plakett, amire rá lehet lépni, és akkor azt már tudjuk, hogy az egy ilyen Dicky seat, vagy Rumble seat, vagy minek nevezik. Nézzük meg a következő autót, ugye volt ő 27-es és francia, viszont a következő az már 41-es és amerikai lesz. Szóval a következő, ez a 41-es Mercury 8, az 8 akkor gondolom az sor 8-as motorra utal? V8-asra utal. Az V8-as. Ez volt, legjobb tudásom szerint, az egyik első V8-as, amit gyártottak, és méghozzá ez a flathead V8-as, tehát ebből a meg lehet oldani, úgyhogy leveszed az egyik hengerfejet, és még úgy is tud járni a motor, mert annyira külön dolgozik a két dugattyú sor. Ez nagyon jó. A váltó az... Volt már akkor automata a Fordéknál? Volt-e? Ennek kormányváltója van, H4-es váltója van, úgyhogy egész kényelmes ezzel mozogni. Meg hát ugye ez egy kupé, de igazából ha megnézitek, ez egy 6 személyes autó, mert ugye elő 3, hátul 3, és akkoriban ugye mondom 41-es az autó, tehát akkoriban még léteztek ezek az úgynevezett business kupék, amiket az ilyen utazóházaló ügynököknek találtak ki. Azok annyiban mások ugye, hogy a fenekét az kicsit így előrébb, és nem a fenekét, hanem a C-oszlopot kicsit előrébb hozták, nagyobb lett a csomagtartó, és a hátsó ülés helyére ugyanúgy lehetett még pakolni, és akkor három személyesek voltak. A Mercury a Fordnak volt a márkája. Ugye. Ez volt a luxus márkája a Fordnak. Igen, és azt hiszem ezt pont a Fordnak a fia, az Edsel Ford alapította, és ugye akkor utána már úgy volt, hogy volt a Ford, mint a legolcsóbb márka, utána volt a Mercury, aztán jött a Lincoln, aztán két évig Continental 55, meg nem, 56-57-be. Nekem ugye ez a kedvencem, nagyon tetszik a színe, nagyon tetszik a formája, ugye hát tudjátok, hogy én ezeket az autókat bírom a legjobban, és még plusz egy, hogy utólag vettem észre, hogy a kocsinak a felnie az a csatornának a logója. Van valamilyen családi kötődésetek, vagy kirándultatok ezzel az autóval, vagy mit csináltatok vele eddig? Ezt miután megvásároltuk, ez így 2005 környékén vettük ezt az autót körülbelül, azután apám kétszer is elvitte rallizni, úgymond rallizni, az olasz hegyekben a Dolomit versenyeken, Coppa d'Oro, de Dolomiton versenyzett kétszer is, 2008 és 2012-ben. Hát ezzel a nagy autóval ilyen nagy hegyekben mászkálni, úgymond majdnem 100 lóerővel, két tuningot csinált rajta, egy nagyobb Edelbrock karburátort rakott rá, és tárcsás fékekre cserélte a fékeket, és még így is elmelegedtek a fékek lejtőkön. Apám egyszer sajnos volt vele egy szituáció, amikor majdnem meghalt így autóvezetés közben, ezzel volt az, hogy el kellett fékezni és be kellett kényszeríteni egyesbe. Ugye ezt inkább Amerikára tervezték, ahol nincsen nagyon sok hegy, ezt egyenes utakra tervezték, de túlélték és utána élvezettel hazavezették az autót. Van egy pár autótok, amiből csak egy létezik. Az egyik azt hiszem az a Rolls-Royce, ugye? A Phantom 2-es. Nézzük meg. Ez egy Phantom 2-es. Egy 1929-es Phantom 2-es. Ezt egy gyémánt ékszerész rendelte 27-ben. 29-ben szállították le neki, Belgiumba. Olyan különleges kérései voltak a gyártáshoz, ezért is egyedi az autó, hogy mivel ezt hegyekbe használta, és inkább nagyobb túrázásokhoz használta, hogy extra hosszú legyen, extra nagyok legyenek rajta a fékek, és a gyújtása mágneses legyen.
Azért kérte, hogy mágneses legyen a gyújtás, amivel a Rolls-Royce annó repülő motorokat is gyártott, hogy kevesebb oxigénnel fönt a hegyekben is tudja használni. Még egy olyan különlegességet lehet tudni erről az autóról, hogy amikor még mind a kettő alapítóját, akkor a logó még vörös volt. És miután 30-31 környékén elhunyt Royce, utána váltották feketére a logónak a színét. Addig vörös volt az ez RR. Tényleg. Milyen motorja van? Azt lehet, hogy az előbb mondta, csak ebben nem maradtam. 7,3 liter, 3/4 köpcent is sorhatos van benne, egy hatalmas nagy, úgymond, majdnem egy tank méretű motor van. Csodálatos motor. De igen, nagyon, nagyon nagy a löpete, hatalmas nagy méretűek ezek a dugattyúk, és igazából egy van ebből a világon. Tehát ezt Hollandiában találtuk, ezt egy hát egy szálloda tulajdonos apukától vásároltuk meg, aki már lassan 75 éves volt, amikor megvettük tőle, és nem akart igazából tőle megszabadulni, csak eladta a szállodát, és ez a szállodában állt bent. És a fia, egyedüli gyerekük volt a házaspárnak, egy úgymond korodbeli fiúk volt, aki nagyon nem is érdekelt őt az autó. Egy ilyen koncepcióbeli különbség volt a szülő és a gyerek között, hogy a szülők azért éltek, hogy dolgozzanak, és a gyerek azt mondta, hogy nem azért élek, hogy dolgozzak, én azért dolgozok, hogy éljek. Úgyhogy inkább ő volt a tékozló fiú, és aztán inkább eladták ezt az autót, mint hogy egy olyan emberhez kerüljön, aki nem nagyon foglalkozik vele. És milyen szerencse, hogy ide került. Én 2 napig tanultam az autónak a műszaki részeit, hogy hogyan lehet beindítani, hogyan lehet várítani, a kormányon lehet állítani egy gyújtást, a levegő arányt, az üzemanyag szint mennyiséget. Itt ezeknél az autóknál még ezeket tudni kellett vezetni. Tehát nem az volt, hogy az ember beült, beindította és ment, mint a mai autóknál, vagy annyit se, csak megnyomja, hogy rányom a fékre, aztán indul, hanem ezeknél már tényleg kellett tudni, hogy mit miért csinálsz, milyen környezetben, hideg, meleg volt. Amúgy ez egy sofőr vezette autó, vagy ezt maga, aki megrendelte, vezette? Mert ugye ez egy sofőr vezette autó volt. Látszik, hogy 2 kabinos volt. A hátsó kabinnak is van egy külön szélvédője, hogyha lenyitják a tetőt, akkor kényelmesen tudjanak vele közlekedni. Igen, hogy ezeket a kabriolimuzinokat szokták, vagy régen hívták fétonoknak, és ugye ez egy külön választott utas, és erre nem is tudom, hogy mi a jó szó magyarul, ez a dual cowl féton. Ne keverjük össze a Volkswagen fétonnal, mert annak csak a neve féton, semmi köze a kasznihoz. Hogyan kell elindítani? Ennek annyi procedúrájában a motortérben ketté kell választani, egy csavarhúzóval két érkező alkatrész, mert ott van egy zárlat, gyári zárlat, tehát ilyen. Úgyhogy ezzel kell külön foglalkozni, meg be kell, attól függően, hogy meleg van, hideg van, milyen kedve van az autónak, ahhoz kell állítani a gyújtás, meg egyebeket. Ez nagyon jó. Ugye a hátsó kabinnál ott ugye van a szélvédő alatt egy ilyen ekkora széles rész, ott az ilyen pakolótér van alatt, ilyen kis szekrények, vagy? Pezsgőket tartanak. Pezsgőket. Ott van, hogyha kihagyják ott hátul azt a kis polcot, akkor ott van egy pár pohártartó, meg üvegtartó is. Ez nagyon jó. Ja. Ez volt az igazi, úgymond a briteknek a Gatsby-s időszaka. Ha ti is kíváncsiak vagytok ezekre az autókra, akkor gyertek el ide a 365 Oldtimer Exhibition-ra, és nézzétek meg őket testközelből. Én pedig most köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha kíváncsiak vagytok a következő klasszik kalandjainkra is, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!